csalással nyerte meg a 2009-es államelnök választást Traian Băsescu, az akkori elnöki hivatal és az Emil Boc irányította kormány segítségével. Ez áll a parlamenti kivizsgálóbizottság végső jelentésében. A szerdán elfogadott dokumentum szerint terve megvalósítása érdekében az elnöki hivatal és a kormány rosszhiszeműen és a törvény semmibevételével járt el. A jelentés értelmében felmerül a szervezet bűnözői csoport létrehozásának, hamis okirat kiállításának és tudatos felhasználásának gyanúja. A bizottságnak azonban nem áll hatáskörében megállapítani valamely személy bűnösségét, ezért elküldik a dokumentumot az illetékes intézményeknek, hogy döntsenek a további lépésekről. Ugyanakkor rámutatnak a román hírszerző szolgálat és az országos korrupció ellenes ügyészség felelősségét nem állt módjában kivizsgálni, mivel az érintett intézmények vezetői megtagadták, hogy válaszoljanak a bizottság kérdéseire. A bizottság nemzeti liberális párti tagjai kivonultak az ülésről.